Matilda vagyok, és a mai videóban hozom a júniusi összegzésemet, június volt, igen, júniusi összegzésemet, ami nem lesz hosszú, mert lényegében csak egy könyvet olvastam el júniusban, gyakorlatilag kettőt, de abból az egyik szerintem annyira nem számít. Na de, nézzük, hogy mi mindent sikerült ebben a hónapban kiolvasnom. Igen, kezdem azzal, ami szerintem annyira nem számít, mert elolvastam, de már olvastam igazából szerintem párszor idén, meg előtte is, és igazából azért olvastam el, hogy lássam, hogy a kiadott formában hogy néz ki, meg hát ha találok meg benne hibákat, hogy valami, ami egyébként nem lett volna túl jó, de mindegy, szóval ilyen a végleges formáját szerettem volna elolvasni, ez pedig nem más, mint az Otthon tüze, de erről egyébként csináltam egy videót kettővel ezelőtt, talán ide belinkelem, szóval hogyha ez valakit bővenben érdekelne, akkor ott beszélek erről a könyvről, de igazából így az összegzésben úgy gondolom, hogy annyira nem számít bele. Ja, szóval ez tényleg csak ilyen utó ellenőrzésként olvastam el. És az egyetlen könyv, ami tényleg olvastam a hónapban, az L.M. Montgomery-től, az N. Otthonra talált, azt hiszem ez a magyar címe, és hát ez egy jó vastag könyv, 420 oldal kb. 25 körül áll meg, és hát igen, ezt a könyvet gyűrtem egész hónapban, mert mindig csak felvettem, olvastam, egy picit letettem, mert így az érettségi időszak az még így bekavart így az olvasásaimba, de most már vége, úgyhogy most már nagyon remélem, hogy többet fogok tudni olvasni. Júliusban majd remélhetőleg nem csak egy-két könyvet, hanem mondjuk egy négyet már elolvasok, reménykedek annyiban. És ezt a könyvet igazából megvettem, megkaptam már korábban, csak a méretéből adódóan nem mertem elkezdeni, mert mondom, ez hosszú, ez most a lélektani határomon túl van, ezt még nem, de aztán történt az az eset, hogy a Netflixes Anne Witton E. című sorozatot megnéztem a nővéremmel, így szerintem pár nap alatt kivégeztük azt a két évadot, ami volt fönn Netflixen, és annyira tetszett a sorozat és Gilbert Blythe, hogy úgy voltam vele, hogy na jó, most már nem halogatom tovább ezt a könyvet, elolvasom, és nagyon jól tettem, mert ez egy irtózatosan aranyos gyerekkönyv volt, és hát vannak pontok, amikor egyezik elég rendesen a sorozattal, de amúgy vannak pontok, ahol nem, meg a sorozat hát nem is teljesen ugye, ugyanazon a az úton halad, mint a könyv, mert ez a könyv 11-12 éves korától 16 éves koráig írja le így a főbb eseményeket. A sorozat meg szerintem az valahogy más síkon haladt, talán 14-12-13 körül van. És történetügyileg arról szól, hogy Matthew és Marilla szeretnének örökbe fogadni egy fiút, hogy kisegítse a farmukon. De történik egy kis félreértés, elcsúszás a dologban, és hát egy fiú helyett N kerül hozzájuk, és először úgy is vannak, hogy nem is akarják megtartani. Ráadásul N, hát igazából mondhatni különleges kislány, mert nagyon sokat beszél, és nagyon nagy szavakat használ, és nagyon sok képzelőereje van. Néha túl sok, és hát így a teljesen más jelenség, mint amihez ők hozzá vannak szokva, meg ugye enne egy árva, tehát már ez is eleve a kis közösségben úgy furcsálják, hogy miért akarnak egy árvát örökbe fogadni. De aztán végül úgy döntenek, hogy megtartják Ent, aki egyébként mindig bajba keveri saját magát, és neki, vagy hát így neki követjük az útjukat, onnantól tényleg, hogy megérkezik N, egészen odáig, hogy N 16 éves, mielőtt elmenne főiskolára, igen. Egyébként azt hiszem, hogy ez egyébként, igen, ez egy sorozat, és talán 7 része van.
Igen, talán 7 része van. Hát ez az első rész az eleve azért került hozzám, mert én ezt ebből a kiadásból, ebből van egy rakás ilyen klasszikus gyerekkönyv kiadva, és én ezeket most gyűjtögetem, és igazából ebből a szempontból kicsit nem tudom, hogy mi lesz, mert érdekelne, hogy továbbiakban mi történik így a sorozatban, csak ilyen kiadás nem lesz másik, úgyhogy majd még meglátom, hogy mit csinálok. De igen, ez egy nagyon jó könyv volt. És a végét azt már nagyon gyorsan kiolvastam, az elején kicsit nehezen indultam, de az főleg az érettségi miatt tudható be. Szóval igen, ezt az egy árva kis könyvecskét sikerült igazából kiolvasnom a hónapban. Igen. Ez egy ilyen szegényes időszak volt most számomra olvasások terén, úgy áprilistól mostanáig. De most már vége az érettségének, teljes, totális vége van, soha többé. És most érzem, most visszatér az erőm, és most annyi könyvet ki fogok olvasni, hogy behozom a lemaradást. Kommentben hagyjátok lent, hogy ti milyen könyveket olvastatok ki júniusban, mert én ezt az egyet, úgyhogy írjátok meg, hogy ti milyen teljesítményt hoztatok most. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!